Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Városi TV decemberi műsorát látják. Ma esti műsorunkat az elmúlt hetek városi, valamint az advent eseményeinek szenteljük. A Pécsváradi Spartacus SE és Pécsvárad város önkormányzata november 25-én pályanévadó és emléktábla avató ünnepséget rendezett a sportpályán, melynek keretében az idén májusban elhunyt dr. Kófiás Mihályról nevezték el a létesítményt. Az összefoglaló után tudósítást láthatnak az őszi szezon utolsó megye 1-es hazai labdarúgó mérkőzéséről. A pécsváradi csapat 1-0-ra győzött, így ők vezetik a tabellát. Tisztelt ünneplő közönség, köszöntök mindenkit a Pécsváradi Sportkör nevében. Köszöntöm dr. Kófiás Mihály családját, a megjelent vendégeket, barátokat, sportársakat, a mai sportelet névadó ünnepsége. Az embernek megvan az a hatalma, hogy környezetében mindennek nevet adjon. Nevet adunk a gyermeknek, ha megszületik, a tárgyaknak, jelenségeknek. Nem könnyű feladat ez, mert a név egy jel, egy sors, amit nem lehet csak úgy odadobni. Mindennek megvan a maga neve, miért ne lehetne a sportelepnek is saját neve? A mai naptól dr. Kófiás Mihály nevét fogja viselni a sportelepünk. Spájgli József egykori sportkörnyi elnök kereste meg az önkormányzatot és a sportkört. Ő javasolta, hogy dr. Kófiás Mihályról nevezzük el a sportelepünket. Az önkormányzati képviselők, polgármester úr és a sportkör is egyhangulag támogatta ezt a kezdeményezést. Hiszen ő annyi mindent tett Pécsváradért. Nagy tekintélyű edzőként mindenki elismerte a szakmai tudását. Több mint 20 évig írta és szerkesztette önzetlenül Pécsvárad krónikáját. Pécsvárad város díszpolgára volt. Szívügye volt a város sportja, a labdarúgás. Pécsváradon mindig is az volt a legnépszerűbb sportág. Egykor ő maga is kitűnő labdarúgó volt, az 1965-ös bajnokcsapat tagja. Én a koromból adódóan sajnos nem játszhattam vele, de hallottam és tudom, hogy a pályán és azon kívül is igazi úriember volt. Szurkolóként is később minden hétvégén szurkolt a pécsváradi csapatnak. Nevéhez fűződik a Városunk Sportja című kiadvány is. Neki köszönhetően tud a fiatalabb generáció tájékozódni a múlt helyi sporteseményről eredményeiről. A mai napig nagy becsben tartom az öcsi bácsi által személyesen nekem dedikált sportkönyvet. Ha jelen és ha jövő sportolói megállnak majd az emléktáblája előtt, egy nagyszerű emberre fognak gondolni, akinek sokat köszönhet Pécsvárad és a pécsváradi sport. Sportpályánkat megkülönbözteti majd a többi létesítménytől névadónk neve és személye, és mi büszkék vagyunk erre. A név kötelez, hogy végiggondoljuk, milyen teljesítményhez kell méltónak lennünk, milyen követelmény az, amit magunk elé tűztünk, azzal, hogy sporttelepünket dr. Kófiás Mihály nevéhez kötjük. Tiszteletünk jeléül a Pécsváradi Városi Sporttelepet a mai naptól dr. Kófiás Mihályról nevezzük el. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékezők, tisztelt család! Nem adatott nekem meg az a lehetőség, hogy együtt dolgozhassak, engedjék meg, hogy így mondom, öcsivel, viszont egy sokkal kellemetlenebb dolog megadatott. Halála előtt egy kórházban töltöttünk közel egy hetet. Ez alatt, az egy hét alatt tudtunk beszélgetni, és hát megmondom őszintén, ez egy mai napig elég komoly emlékeket hagyott bennem. Elmondta röviden az életét, elmondta, hogy ő úgy érzi, hogy most ennek a dolognak vége. Megkért arra, hogy azt, amit ő összegyűjtött, és aminek helyet adtunk az önkormányzat zárt szekrényeiben, azt őrizzem meg, biztosítsam azt, hogy az utókor számára elérhető legyen, ami természetesen a mai napig is biztosítunk, és bárkinek erre szüksége van, hiszen ez egy olyan anyag, ami átöleli az ő egész életpályáját. Én külön szeretném megköszönni a családnak, mert az egy dolog, hogy mi javasoltuk azt, hogy öcsiről nevezzük el a sporttelepet,
de külön megköszönném azt, hogy ez a család hozzájárult. Köszönöm azt, hogy beszélhettem ebben a nagyszerű emberrel, és remélem, hogy mindenkiben kellemes és nagyon jó érzéseket fog kelteni, hogy ez a sportkomplexum az ő nevét fogja viselni. Én még egyszer köszönöm a családnak. Köszönöm szépen. Szeretünk magunk után emléket hagyni, de halljuk be, legtöbbször ez rongálásban nyilvánul meg. Kezdve az iskolapadok összefirkálásától, faragásától, fák, falak összekoszolásától. Bizony, sokszor csak rombolunk. Azok, akik igazán maradandót alkottak és ezzel hagynak maguk után emléket, azoknak az emlékét az utókor őrzi meg. Az utókor állít emléket nekik. Ez történt most is. Mindig, amikor valamilyen emléktáblát, szobrot, épületet, tárgyat meg kell áldanom, hangsúlyozom azt, hogy nem a kődarabnak szól az áldás, nem egy szobornak, nem egy épületnek, hanem azoknak, akik azzal kapcsolatban vannak, akik azt használják, akik eléje állva emlékeznek, akik talán elmormolnak előtte egy imát is, azért, akinek neve az emléktáblán szerepel. Tegyük ezt mi is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és kiáltásunk jusson eléd. Könyörögjünk. Istenünk, Te Szent Fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak föltámadásával megörvendeztetted a világot. Kérünk, áld meg ezt az emléktáblát, törzsd el szívünket, szent lelket kegyelmével, szeretetével, hogy mindig emlékeztessen bennünket dr. Kófiás Mihály tiszteletre méltó életére. Áld meg Istenünk ezt az emléktáblát. És áld meg mindazokat, akik Kófiás Mihály tiszteletére emelték, hogy az ő példájából merítsenek erőt, és majdan ők is példaképei legyenek a következő nemzedékek számára. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzuk együtt a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Önkormányzata.
megyei kormányhivatal Pécs-Faradi járási hivatala. Egykori barátok. Ezen a hétvégén rendezte az óvoda az évvégi szülők-nevelők báját, ahol az óvónők egy fergeteges meglepetés műsorral szórakoztatták az érdeklődőket. Külön tisztelettel köszöntöm Bamman Mihály,
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét és egyben óvodánk fenntartóját és kedves feleségét. Köszöntöm, egy tapsot, nyugodtan lehet. Köszöntöm Tóth Györgyi, a pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjét. Valamint Fűri Ferencet. Köszöntöm továbbá a pécsváradi Fülöp Lajos Művelődési Központ részéről megjelent Bognár Gyögvért, az intézmény vezetőjét, valamint dr. Bíró Ferencet. És elnézést, hogy kihagytam a sorból. Elsőként kellett volna köszöntenem városunk polgármesterét, Zádori János. Végül, de nem utolsó sorban, köszöntöm Simonné Szokics Krisztinát és Kressz Líviát, a szülői munkaközösség elnökei, akik rengeteget segítettek a vár megszervezésében. Büszkén mondhatom el, hogy eddig évről évre nagy érdeklődés volt a bálunk iránt. Idén egy kicsit kevesebben vagyunk itt jelen ezen az estén, ez talán annak köszönhető, hogy több édesanya kisbabája született, ami miatt nem tudtak eljönni. Bízunk benne, hogy ennek ellenére is ma este remekül fogjuk magunkat érezni. A jótékonysági bálunk célja a pécsváradi óvodás gyermekek támogatása. A múlt évben adományoknak köszönhetően mindkét óvoda egy-egy mérlekhintával gazdagodott. Ennek a válnak a másrészt egy közösség összetartó, közösségépítető szerepe is van. A pedagógusok és szülők egy kicsit közelebb kerülnek egymáshoz. Úgy gondolom, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van a mai világban. Thank you.
Éves a Városi Tűzoltó Zenekar. Most nézzenek meg egy kis ízelítőt a november 26-i jubileumi koncertről. A teljes felvételt a közeljövőben vágatlanul láthatják a Városi Televízió adásában. Köszönöm szépen! Amíg feljönnek a volt tagok és megtisztelnek minket, hogy játszanak velünk, még egyszer mindenkinek köszönöm, aki támogatja Pécs a fúvós életét bármilyen módon, akár pénzben, akár lélekben, bármivel, pénzben jobb lenne. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és ígérem, hogy ha még élek, addig csak zenélek. Egy pillanat türelmet kérek a kedves kollégától. Én úgy hiszem, hogy az utolsó műsorszám szerzőjét be kell, hogy konferáljuk. Hornung Istvánról, Hornung Stefi bácsiról van szó, aki ezt a műsorszámot komponálta. Direkt a Pécsváradi Tűzoltó Zenekarnak, és ezért hívjuk így, hogy Tűzoltó Induló. Mindig baj van, amikor neveket kell felsorolni. Úgy gondolom, hogy körülbelül 70 ember játszott az én időszakomban a zenekarban, és engedjék meg, hogy azért én megemlítsek egy-két olyan kollégát, akit látom, hogy itt is ül, akik nagyban hozzájárultak a zenekarnak a sikeres szerepléséhez. Régi katonatársamot, Ormándi Lászlót említeném, aki majdnem a kezdetektől itt volt, illetve a fiát. És akkor, mint ahogy most is látszik, szinte családi együttesek alakultak, hiszen az én két fiam is játszott, Jóska és András is, Péter öcsémnek a két fia, Péti, és a Gergő játszott benne, de úgy gondolom, hogy hát mindenképp meg kell említeni két olyan prominens zenész kollégát,
Mics Arnoldot, aki az Unicum Laude oszlopos, énekegyüttes oszlopos tagja, aki évtizedek óta játszott a zenekarban, illetve Ostermayer Péter. A Johann családból szintén két fiú, akik tubatanárok, Johann Attila és Gyula játszottak. Úgy gondolom, hogy ez a teljesség igénye nélküli névsor, egészen biztos, hogy kihagytam olyanokat is, akik még játszottak, nézzék el ezt nekem. És amint említettem, hogy nagyon-nagyon gratulálok a zenekarnak ahhoz, hogy így meg tudott újulni, bár kollégám azt mondta, hogy már azon gondolkodik, hogy ki lesz az utódja, hát én ezt kicsit korainak tartanám, hiszen két év az még nem a 35, tehát legyen szíves egy kicsit még nyüstölje itten a csapatot, és hozza az újabb és újabb növendékeket, hogy ilyen produkciót hallhassunk tőlük. Úgyhogy én is megköszönöm azt, hogy ilyen sokan eljöttek, és nagyon remélem, hogy tényleg jól érezték magukat, és tartottuk magunkat, a szervezők tartották magukat a másfél óra műsoridőhöz, amit szerintem nem szabad túllépni, mert az már sok mindenkinek zenéből is, jó zenéből is. Úgyhogy halljuk akkor, szeretettel fogadjuk a Steffi bácsi indulóját utolsó műsorszámként, és egy, még egy merénylet, arra kért a Árpi engem, hogy a régi zenész kollégák maradjanak fönt, és egy fotó erejéig örökítsük már meg ezt az alkalmat az utókornak, hogy legyen mit dokumentálnunk a újra alapult tűzoltó zenekarról. Köszönöm!
december 2-án a Fogyatékkal Élők Világnapja alkalmából a Művelődési Házban rendezett gálaműsort a Helyi Mozgáskorlátozottak Egyesülete. Most egy rövid összefoglalót láthatnak az eseményről, melyről a közeljövőben bővebben is tudósítunk. Városunk lakói nevében Zádori János polgármester úr köszönti Önöket. És majd kíván jó szórakozást, gondolom, hiszen sajnos elfoglaltsága miatt a beszéd után el kell mennie, el kell hagynia bennünket. Zádori János polgármester úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rögtön az elején komoly indokom van, azért kell elmenjek, mert karácsonyfát kell díszítenem a főtéren, és létrával nem állunk olyan jól, és méreteimből adódóan neked kell ebben részt vennem. Hát engedjék meg, hogy Pécsvárad város és képviselőtestülete nevében én is köszöntsem Önöket. Ahogy Zsuzsa is elmondta, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ilyen rendezvényt tartozunk a városunkban. Fogyatékkal élőkről beszélni, ez egy kicsit nehéz. Miért nehéz? Mert beszélhetnék most így közhelyekben, de igazándiból az, akinek nincs ilyen problémája, soha az életben nem fogja igazándiból átélni, hogy mi is az, hogy fogyatékkal, valami nélkül, valaminek a hiányával együtt élni. Nekünk, városvezetőknek, képviselőtestületnek a feladata az, hogy mindig figyeljünk Önökre, hallgassuk Önöket, és eljusson hozzánk az az információ, hogy hogyan tudnánk segíteni ezekben a dolgokban. Pécsvárad város különös tekintettel figyel erre, már csak azért is, mert egy kiválóan működő helyi egyesületünk van, amivel én úgy gondolom, hogy nagyon jó kapcsolata van Pécsvárad város vezetésnek és magának az egész városnak. Nehéz arról is beszélni, hogy ennek az egyesületnek sok vagy kevés tagja van. Nem tudom igazániból melyik a jó, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy van egy ilyen egyesület, aki összefogja ezeket az embereket, azoknak ennek az egyesületnek a vezetője el tudja hozzánk juttatni a mindenkori kéréseket, és úgy, ahogy nyilván eddig, ezek után is Pécsvárad város ebben próbál segíteni. De nyilván az is nagyon fontos, és egy kicsit kifelé szólok, hogy nem csak a városnak, hanem az országnak is, tulajdonképpen az egész világnak a feladata az, hogy figyeljen Önökre és segítsük Önöket. Én bízok abban, hogy ez a mai rendezvények is kicsit közelebb hozza a jelenlévőket egymáshoz. Én ehhez kívánok nagyon jó szórakozást, és még egyszer külön köszönöm, hogy itt lehettem, vagy csak erre a rövid időre is. Köszönöm szépen! Zsákfalu jellegének is köszönhetően Zengővár, hogy megőrizte a református magyarságának a Tolna megyei Sárközzel rokon hagyományait. Valaha ez a terület is a Sárköz részét képezte, de ma már mint egy kis sziget, a belső Sárköztől elszigetelten ápolja kulturális örökségét. Az 1930-as években Fülep Lajos filozófus lelkész és Császár János kántor tanító kitartó és áldozatkész munkájának köszönhetően a településen a kulturális élet virágzásnak indult. Ebben az időszakban alapította meg Császár János a Gyöngyös-Bokréta mozgalom helyi csoportját. Tagjai népviseletben dalokat, táncokat adtak elő, színdarabokat, népszínműveket tanultak. 1971-ben szintén Császár János kezdeményezte a mai néptánc csoport megalakítását. Az idős beteg kántortanító rövidesen átruházta a csoport vezetését régi kedves tanítványára, Töttös Sándorra, népi iparművész szövőre, a népművészet mesterére. 2003-ban Töttös Sándor átadta a csoport vezetését a fiatalabb generációnak. A csoport jelenlegi elnöke Mohácsi István, alelnöke Dobszai Krisztián. A Hagyományőrző Egyesület működése során számos elismerő címet nyert el, többszöri aranyminősítést, nívódíjat. Külön nívódíjjal jutalmazták a tánccsoportot kísérő Köpüfa zenekart is. Igazán különleges, hogy a csoportot Rezes Banda kíséri, és így a táncosoknak lehetősége van minden egyes fellépésen élő zenére megjelenni. Ahol a Várkonyi Rezes Banda megszólal, ott garantáltan összeszalad a közönség. A csoport fő célja, hogy ápolja és minél szélesebb körben bemutassa Zengővárkony néphagyományait, táncait, dalait és csodálatos népviseletét.
több mint 40 éves történetében sok külföldi és megszámlálhatatlan belföldi fellépéssel a háta mögött, a táncosok szeretettel várják a meghívásokat, a lehetőségeket. A hagyományőrző csoportnak nem csak múltja és jelene van, de jövője is. Jelenleg több mint 50 kisiskolás és óvodás gyermek adja az utánpótlást, akiknek Réfi Csilla és Mohácsi Barbara adják át a hagyományokat népi gyermekjátékok, népdalok, néptáncok formájában. Most a kicsiket látják. Kísér a Köpüfa zenekar. Thank you.
Thank you.
december 5-én a Művelődési Házban tartották szokásos évvégi karácsonyi összejövetelüket a mozgáskorlátozottak. A következő percekben nézzék meg az Egymi tanulói által bemutatott karácsonyi műsor egy részletét. Ha egy a már nem én, mint rég.
sétálsz. Kezedben apró ajándék, hozzáindulsz, aki barát, hisz nélküled sem él az ég. És végre eljött az a perc, amit vártál. Az örökön szőszáz mosoly, szívesen átölelni újra a nagy világot, és kívánnál boldog karácsony. Nézd, hogy csillag megint a fény, a szeretet ünnepén vár rád. Minden nap szép, hálásak, hogy ezt a feladatot átvállaltátok, és szeretnénk átadni egy kis ajándékot Andreának és Erzsikének, akik felkészítették a gyerekeket, és a gyerekeket is szeretnénk megajándékozni. És köszönjük szépen! Napján a délapom, már nem csak szívben van. Köszönöm. Híradónk végén következzen egy összefoglaló az elmúlt hetek városi adventi eseményeiről. Ahogy azt látni fogják, a két tudósítás közé még a városi Mikulás érkezéséről készült felvételek is belefértek. Last Christmas I'll give you my heart. Yes, I did. But the very next day you gave it away. Yeah. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Yeah. Yeah, we got the sound, make the world go round. Yo, it's 9-8, still coming through with the get down. But this time it's Christmas, cold outside. Everybody looking good, even bombs looking fly. And it's on like that. Yo, it's time to represent. Trying to stay alive, spreading love to your friends. We still shining, keeping it nice this year. Yo, I'm trying to pay my dues, prepare for next year. I gave you real love and you took it for granted. Promised you the world and you couldn't even handle it. Sweets and the roses was yours, no doubt. But you played me wrong, now you gotta ride out. You know I shed some tears last time because of you. Now my mind is free and the love is brand new. No more game show, it's time to move on. No more sleepless nights and the same old sad song. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save
lessons and the times we slept, we mind and mold, touch and hold, never letting go until one of us say so, sharing love on a petrol gland, come on, holding hands as we advance, can you last, it's a pleasure to always be next to a woman with a sense of life and personality. Yeah, on this day, I did the thing I wanna say. You took my heart and gave it back and ran away. On Christmas Day, the bells will ring and give new life. Last year at this time, I know the tears I cried. Happiness and joy, love can fill my life. Someone special found them like an angel flies. And this time, last Christmas, I gave my heart. But this time, everything's alright. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it. Hogy egy picit menjünk hátra, nagyon nagy hely van még, higgyétek el, senki nem maradt ki a sorból. Tenni kellene a télapót, ugye? Először is egy kis csöndet kérnék, mindenki halkuljon el. Ki az, aki nagyon szépen tud énekelni? És mit fogunk énekelni? Mondjatok egy olyan, amit mindenki tud. Na, itt azt mondják, hogy a télapó itt van. Akkor valaki kezdje el, én oda tartom a mikrofont, mert az én hangom az aztán olyan, hogy odaadjam? Igen. Adom. Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, minden gyerek vár, krumpli, cukor, csokoládé, jaj, de jó, de a vétes jó gyereknek nem való. Mikulás, kedves Mikulás. Köszönjük szépen, de akkor most jöjjön egy ének most már tényleg. A hullapelyes, szerintem azt mindenki tudja. Most kinek adhatom? Neked! A hullapelyes, tudod? De akkor mindenkinek vele kell énekelni, jó? Adom! Hullapelyes fehérhó, jöjj el, kedves télapó, minden gyerek várna már, kell már ének hangja száll. Van zsákod, van minden jó, piros sarka, mogyoró, jöjj el hozzád, vár
Kódiót, monyoros, jegyteget a zsákba. Amerre jár, megtelik, kiszi pöcske megtelik. Megtörni a diakon, a üresen látja. A ma estéhez jó szórakozást, és ahogy megfogalmaztuk, nem az a cél ma itt, hogy bevásároljanak mindenből, de azért költsenek nyugodtan, hiszen az itt lévő árusok csak azért, csak az önök kedvéért jöttek el, és azt higgyék el, hogy nem egy nagy üzlet két és fél órára kinyitni. Úgyhogy jó szórakozást, és akkor átadom a szót Aliznak, aki elmondja a részleteket. Köszönöm szépen! Szeretettel üdvözlök én is minden jelenlévőt. Néhány technikai információt szeretnék elmondani először is. A ma esti fellépőink Apaceller Péter és Apaceller Cigola Orsolya, valamint utána az általános iskola tanárdiák kórusa fog nekünk énekelni. Jövő héten a Pécsváradi Női Kamara Kórus ad egy kis műsort itt. Néhány... Köszönöm.
Tátla rögő szakállal, csimbókos szőrű csubállal, gyötrébe süppett szememmel, elhozza szemöldökömmel. Legyünk neki a világ, szent karácsony éjszakáján csendben hullak
Kedves nézőink, Önök a Városi TV decemberi műsorát látták. Legközelebb 21-én láthatnak minket, amikor felvételről tudósítunk a Zeneiskola karácsonyi műsoráról. Én most búcsúzom, az est hátra lévő részéről Önöknek jó szórakozást és jó pihenést kívánok. Viszontlátásra!